A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgatósága járőrei a napokban váratlan ellenőrzést végeztek Nyáregyházán egy kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdében. Az ellenőrzés során a pálinka főzde vezetője úgy nyilatkozott, hogy a bevalláson szereplő készleten kívül nem tárol máshol szeszt, ám a pénzügyőrök úgy döntöttek, hogy átvizsgálják a helyszínt. A pincéből és a raktárakból műanyag kannákban és üveghordókban összesen 663,5 liter ismeretlen eredetű szeszes folyadék, az érzékszervi vizsgálat alapján gyümölcspálinka, valamint 3600 kg cukorcefre került elő. A termékek származását a főzde vezetője nem tudta igazolni. A helyszínen a pénzügyőrök kiderítették, hogy az adózatlan jövedéki termékek egy részét magánfőzés keretében, másik részét pedig a szeszfőzdében készítették úgy, hogy más személyek nevére kiállított bérfőzési lapokon szereplő pálinkák nem a bérfőzetők részére kerültek kiadásra, hanem azokat a felelős vezető magánál tartotta, majd lepalackozva kívánta értékesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózatlan igazolat származású 663,5 liter gyümölcspálinkát és a 3600 kg cukorcefrét összesen 1.447.000 forint értékben visszaérés jövedékkel bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt lefoglalta. A várható jövedéki bírság összege pedig meghaladja a 15 millió forintot. A rendőrbácsik, rendőrnénik, fogtuk magunkat és írtunk egy levelet a Mikulás bácsinak. És azt válaszolta Mikulás bácsi, hogy eljön, viszont egyetlen egy módon lehet ide csalni, méghozzá énekkel. Ki tudod Mikulás dalt? Mi, hogy kezdődik? Akkor énekeljük el a kullapályást, hát ha ide jön ez a Fránya Mikulás. Jó? Lehetsz? Mindenki, gyerekek, kezdjétek! Kulla! Kérdés felülhúr, jöjjök ördög szívától, mindegyek állapát, irányének a nyaszán, hagyják, hogy van minden jó, piros sajna mondó. Gyermekzsivajtól és Mikulás daloktól volt hangos a Szerencsi Rendőrkapitányság épülete december 5-én délután, ahol az egyenruhások gyermekei nagy izgalommal várták a fehér szakállút. A várakozás pillanatai után a Rákóczi Zsigmond általános iskola művészeti képzésben résztvevő drámatagozatos diákjai az alkalomhoz illő ünnepi műsorral kedveskedtek a kapitányság dolgozóinak a gyermekeinek. A műsor után a kicsik bátran álltak a piros ruhás, jóságos öreg elé, néhányan verssel, énekkel köszönték meg a Mikulás zsákjából előkerült ajándékokat. Pioska, kijárod, kijárod az úton, sötét éjszakában, kezében kamposban, hátán teli zsákkal, mosolygós a képe, fehér a szakára, hét mérföldet is lép, hatalmas csizmája, megáll minden házán, kinyílik a napra, valamit lesz fel ott, aztán tovább hallja. Ünnepi készülődés jegyében kamarazenekari hangversenyt rendeztek a Rákóczi Zsigmond általános iskola konferenciatermében december 7-én délután. A művészeti képzésben résztvevő zenét tanuló növendékek adtak hangversenyt. Az ifjú zenészek műsorában különböző ismert klasszikus dallamok csendültek fel.
A növendékek furuja, hegedű, valamint gitármuzsikája szórakoztatta a közönséget. A Szerencsi Általános Művelődési Központ gyermekkönyvtára rajzpályázatot hirdetett óvodásoknak és általános iskolai tanulóknak Kedvenc téli ünnepem címmel. A felhívásra 68 alkotás érkezett, amelyből 10 kiváló művészpalánta ajándékban is részesült. Az ifjú tehetségek rajzaiból kiállítást rendeztek, ami a gyermekkönyvtárban tekinthető meg az intézmény nyitvatartási ideje alatt. Bekecs község önkormányzata a korábbi évek infrastruktúrális beruházásai után nem tervezett jelentősebb fejlesztéseket. A cél a település üzemeltetésének és az intézmények működtetéséhez szükséges pénz előteremtése volt. Napjainkban ez is komoly kihívást jelent a helyhatóságoknak. A 90-es évek végén a Szerény szomszédságában lévő településre sokan költöztek ki a városból. Az egykori futballpálya körül új lakótelep létesült. Elsősorban a fiatalok választották egzisztenciájuk megteremtéséhez a községet, hiszen a közművesített telket a Szerencsi ingatlan árakhoz viszonyítva jóval olcsóban vásárolhatták meg az építkezni szándékozók. Az elmúlt 3-4 évben azonban már egyetlen érdeklődő sem akadt a területekre. A község lélekszáma bár nem jelentős arányban, de csökkent. Tavaly Bekecs legújabb kori történetének a legnagyobb beruházása fejeződött be a felszíni csapadékvízelvezető rendszer kiépítésével. Tényleg a csapadékvízelvezető rendszernek a rekonstrukciója az település életében mondhatni is az egyik legnagyobb beruházás volt, ha nem a legnagyobb beruházás. Ez ugye előkészítése egy közel 3 éves folyamatnak volt az eredménye. Ezzel elértük azt, amit nagyon sok település még nem, hogy minden egyes árkunk burkával, minden egyes átereszünk megfelelő átmérőjű színbe helyezve. Én úgy gondolom, hogy ezzel elkerülhetjük azt, hogy egy csapadékosabb időjárás esetén a település egyes részeit elöntje a beltövődő csapadékvíz. Pont ebből a beruházásból kifolyólag ebben az évben különösebben nagyobb beruházásokat nem tudtunk végrehajtani. Itt elsősorban kisebbeket kell mindenkinek elképzelni. Kisebbnek tekinthetjük mondjuk egy kátyúzást, egy járdaépítést, egy parkoló burkolását, egy intézményetnek a felújítását, és egyéb olyan karbantartási feladatokat, amelyek esetleg szebbé és jobbá tehetik a környezetünket. Az elmúlt időszakban Bekecsnek az általános iskolája is korszerűsödött, megújult. Mi a tapasztalat? Szívesen hozzák-e ide a helybeliek a gyerekeket, illetve milyen eséllyel jutnak tovább a középfokú oktatási intézményekbe? Hát én csak a saját véleményemet, illetve mint önkormányzati ember tudom mondani a véleményemet. Ez az, hogy szerintem sokkal nagyobb az esélye egy gyereknek akkor bárhová középfokú oktatási intézménybe elkerülnie, ha az alapokat már jó kezekből tudja megismerni, segítő pedagógusokkal van körülvéve, és olyan környezetben tud tanulni, ahol nincsenek meg a napi megélhetésnek, a napi felkészülésnek a problémái. Azzal, hogy az általános iskolánk nagyon felszerelt lett, elérhettük azt, hogy a környező településekről is elég sok gyermek jár ide, és örülünk is annak, hogy nem csökken a iskolásoknak a létszáma, bár azt sem mondhatom, hogy növekszik, de szinte van. Bekecs önkormányzata is a önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések közé tartozik, ezért folyamatos támogatásra szorul. Hogy alakult az idén ez a helyzet, és mire volt elegendő a plusz állami támogatás? Hát ez idén két lépésben 8-8 millió forintot nyertünk az önnyi kis támogatás során. Hát ez a 208 millió forint, ez arra volt elegendő, hogy a nagyobb beszállítóknak, akiknek
tartoztunk, a számláiból egy részt ki tudjunk egyenlíteni, és a napi problémáinkat talán el tudjuk kerülni, de hát nem tudom, hogy itt tartható ez. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy Bekecs önkormányzata valahonnan kap plusz pénzt, akkor melyek azok a tervek, célok, amelyeket szeretnék még megvalósítani itt a településen? Hát elsősorban szépíteni szeretnénk a település, közparkokat létrehozni, utakat javítani, járdákat javítani, az embereknek a komfortérzetét kicsikét növelni. A település üzemeltetéséhez és az intézmények működtetéséhez Bekecsen sem elegendő a központi állami normatív támogatás. A község önkormányzata, bár a költségvetése forráshiányos, nem tartozik az eladósodott települések közzé. Hitelt elsősorban a beruházásokhoz kellett felvenniük, a napi működéshez csupán átmeneti kölcsönre volt szükség. Azonban a jövőben is csak átgondolt és megfontolt gazdálkodással, szigorú takarékossággal biztosítható a költségvetés egyensúlya a Bekecsi önkormányzatnál. Táján a római katolikus templom előtt, az adventi koszorú körül december 4-én gyülekeztek a helyiek adventi gyertyagyújtásra. Az ünnepi műsor kezdetén a pávakör előadásában bányászdalok csendültek fel. Ezt követően az elhunyt bányászok emlékéért, családtagjaikért, valamint a bányában dolgozókért tartottak Szent Borbára emlékmisét a helyi római katolikus templomban. Kostyál László plébános beszédében kiemelte, hogy a tájai kőbánya 83 esztendővel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A 60-as évek elején küzdelmes, verejtékkel teli volt a föld alatt kemény fizikai munkát végzők élete, mivel nem voltak modern szerszámok és gépek, csákánnyal és lapáttal fejtették a követ. Kostyál László felidézte, hogy sokan vesztek oda, amikor egy robbantás nem jól sikerült. Ezeknek az embereknek nem ért véget a napjuk, amikor feljöttek a bányából, hanem kezdődött a második műszak a kertekben, a szőlőkben. Ezután a plébános megáldotta a bányászok védőszentjét, a Szent Borbála szobrot. Hagyományosan az ő napjához december 4-éhez kötődik az ünnep. Az áldás után a gyülekezet állva énekelte a bányászok himnuszát. A mise végén a hívek magukhoz vették Krisztus testét és vérét, majd a plébános útjára engedte a gyülekezetet. Mondok község önkormányzata és római katolikus egyházközössége december 18-án 16 órakor adventi gyertyagyújtásra és jótékonysági karácsonyi hangversenyre várja az érdeklődőket a római katolikus templomba. A hangversenyen fellép a Cantus Firmus énekegyüttes, valamint a Monoki színjátszó kör tagjai. A bevételt a Monoki Általános Iskola vizes blokkjának a felújítására fordítják. Szerencsés kimenetelő közlekedési baleset történt december 2-án 14 órakor Megyasszókő területén. Egy szerencsi lakos Alsó-Dobsza irányából közlekedett a község felé Suzuki típusú személygépkocsival, amihez utánfutó volt csatolva. A fiatal hölgy nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg gépjárműve haladási sebességét, ezért lesodródott az útról, majd a baloldali vízelvezető árokba hajtott, ahol az autó az oldalára borulva állt meg. A balesetben a sofőr és két utasa 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A Szerencsi Tükör december 4-i adásában közöltük. A Szerencsi Székhelyű Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke arról tájékoztatta nézőinket, hogy a Magyar Élelmiszerbank aktivistái által november utolsó hétvégén két helyi áruház parkolóiban mozgáskorlátozottaknak gyűjtött természetbeni adományok elosztásáról nincs tudomása, és az Egyesület nem tart kapcsolatot az akció szervezőivel. Az elhangzottakat követően kereste meg szerkesztőségünket,
beszélget Tóth István, a Tájai Jövünkért mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők egyesület elnöke, és közölte, hogy a civil szervezet csatlakozott az országos akcióhoz, és tagjai vállalták szerencsén a gyűjtést, mivel erre a feladatra helyből nem volt jelentkező. Az elnök véleménye szerint a tájékoztatásból egyértelműen kiderült, hogy nem mozgáskorlátozottak megsegítésére kérték az emberektől a felajánlást, hanem szegény sorban élő családoknak gyűjtötték az élelmiszert. A felajánlott 290 kg-ból 5-6 kg-os csomagokat készítettek és adták át a rászorulóknak. Szerencsváros képviselőtestülete december 15-én Ondon az óvoda torna termében, majd másnap december 16-án Szerencsen a Rákóczi Vár Színház termében tart közmeghallgatást. A közérdekű lakossági fórumok 17 órától kezdődnek, ahol Koncz Ferenc polgármester tart tájékoztatót és vitaindítót. Szerencsváros német kisebbségi önkormányzata december 14-én 17 órától közmeghallgatást tart a Népház nagy termében. A testület elmúlt évi munkájáról és jövőbeni terveiről Árvai Attila elnök tart tájékoztatót. A programra Szerencs német nemzetiségi közösségeinek valamennyi tagját szeretettel várják. A cigány kisebbségi önkormányzat december 21-én szerdán 17 órától a Népház tanácskozó termében tartja közmeghallgatását. A programra a szerencsi cigány kisebbség valamennyi tagját szeretettel várják. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen autószerelő, szerkezettlakatos, pénzügyi biztosítási tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, fodrász, szakács, számítógép programozó munkakörben lehet elhelyezkedni. Encsen kárpitost, Hollandiába minősített heggesztőket, gipszkartonszerelőket, zsaluzóácsokat alkalmaznának. Miskolcon pénzügyi tanácsadóként lehet elhelyezkedni. Változó helyszínű foglalkoztatásra villanyszerelők jelentkezését várják. Az idén a Szerencsi Református temploma helyszíne december 19-én hétfőn a hagyományos karácsonyi hangversenynek. A hétfőn 17 órakor kezdődő ünnepi eseményen fellép a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Szerencsi Férfi Kar, a Bocskai Gimnázium és Általános Iskolák énekkarai, a Református Gyülekezeti Kórus és a Kisboldogasszony Kórus mutatja be műsorát. Adventi játszóházat szervez fiataloknak a Szerencsi Általános Művelődési Központ. A Világörökségi Kapuzatban december 15-én szerdán 14 órakor kezdődő program keretében karácsonyi dekorációt készítenek a résztvevők. Ahol az utak találkoznak címmel jelentetett meg antológiát a Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása. A kötet bemutatója december 15-én csütörtökön 17 órától lesz a Rákóczi Vár lovak termében. A bemutatón az antológiából a Pocskai István gimnázium diákjai adnak elő részleteket. Karácsonyi ünnepséget rendez a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete december 16-án 15 órától a Szerencsi Rákóczi Vár lovak termében, ahol fellépnek az ifjúsági, a környező település mozgáskorlátozott csoportjai, valamint a nyárutó klub tagjai. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat Szerencsi Szakképzőiskola december 16-án délután 16 órától a Kulcsár Anita sportcsarnokban tartja szallagavató ünnepségét. Az intézmény végzős diákjainak műsorszámai után a hagyományok szerint az osztályfőnökök tűzik fel tanítványaik ruhájára a szalagot. A Fanfár Szerencsi Ifjúsági Fúvós Zenekar tisztelettel hívja a Szerencsi Televízió nézőit 2011. december 17-én 16 órára karácsonyi ünnepi hangversenyére a Rákóczi Vár Színház termébe.
A hangversenyen felcsendülnek Bach, Vivaldi, Strauss művei, valamint filmzenék feldolgozásai karácsonyi hangulatban. A zenekar karnagya Osztás Tamás művésztanár és az egyesület elnöke Osztás Katalin szeretettel várja az érdeklődőket a koncertre. A Miskolci Nemzeti Színházban december 21-én bérletszünetben a Mennyasszonytánc, 26-án a Dzsungelkönyve, 27-én a Hotel Mentor musical látható. Ugyancsak a Nagyszínházban 29-én az Egy bolond százat csinál, zenés bolondság szerepel műsoron. A Kamaraszínházban 21-én, 29-én a Túl a Maszathegyen című mesejátékot, 22-én, 26-án a Portugál című színművet játsszák. A játékszín kínálatában 27-én, 28-án, 29-én a 6-7-6 tánc életjáték szerepel. A Csarnokban december 17-én a Szem muzsikája táncszínházi est kínál kikapcsolódást a Miskolci Nemzeti Színházban. A 2011-2012. Évi bajnokság őszi fordulójának utolsó mérkőzését Ózdon játszotta az SZVS-e asztali tenisz csapata, ahol 8-10 arányú szerencsi siker született. Végre a tavalyi teljesítményeket figyelembe véve állt össze a csapat, és a várakozásnak megfelelően szoros mérkőzésen győzött is. A hazai gárda győzelemben újra döntő szerepet játszott a 12 éves Heisman Henrik, aki mind a 4 mérkőzését megnyerve ezen a mérkőzésen kiemelkedően a csapat legjobbjának bizonyult. Ezzel a győzelemmel a bajnokság félidejében az SZVS-e 1 a tabellán a 6. helyét megerősítve várja a tavaszi folytatást. Heisman Henrik 4-szer, Stadler Tamás, Korály Tibor és Köllő András 2-szer volt eredményes. Ugyancsak az őszi forduló utolsó mérkőzését játszotta az SZVS-e 2 csapata előrehozott mérkőzésen december 1-én idegenben Sátoraljaújhely együttese ellen, ahol 16-2 arányú vereséggel tért haza. Ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került a csapat a kiesésért vívott küzdelemben, hiszen a tavaszi forduló előtt a tabella utolsó helyén telel majd. Korály Csaba 2-szer volt eredményes. Tovább folytatódott december 4-én a szerencsi férfi kosárlabda csapat vereség sorozata. Gulyás László legénysége az NB1B keleti csoportjának 10. fordulójában a Kecskeméti Főiskola otthonában 85-55 arányban maradt alul a házigazdákkal szemben. Együttesünk ezzel az eredménnyel továbbra is valamennyi eddigi mérkőzését elvesztve az utolsó helyen szerepel a rangsorban. A Deac gárdáját fogadja a Kulcsár Anita sportcsarnokban december 17-én szombaton 17 óra 30 perctől az SZVS-e férfi kosárlabda csapata. Az izgalmas játékot hozó NB1B-s találkozóra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása szerint Szerencsén és környékén a következő napokban is marad a változékony, enyhe idő, ugyanis 24-36 óránként egymást követik az időjárási frontok. Hétfőn hajnalra -2 fokig csökken a hőmérséklet, majd napközben várható eső, de jelentős mennyiségű csapadékra továbbra sincs kilátás. Ezt követő napokban, a hét közepéig, az éjszakák többnyire fagymentesnek ígérkeznek, a nappali órákban pedig a sok évi átlag fölé 6-7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerencsén és környékén melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió műsorát látták.
Adásunkat háromszor ismételjük meg. A műsort követően, majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorra legközelebb december 18-án várjuk Önöket. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 898 024-es számon. E-mail címünk info@szerencsitv.hu. Posta címünk Szerencsi Televízió 3901 Szerencs, Postafiúk 44. Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, viszontlátásra!